Kattints a Lekérdezések, Rotációk, Havi rotációs értékelés menüpontra. Ezen az oldalon láthatod az általad választott hónappal záródó és a választott hónapnál 6 hónappal korábbról induló periódus összes termelési adatát. Minden hónaphoz az adott hónapban lezárt rotációk adatait számolja a szoftver. Ha minden adatot megadtál, kattints a sárga szűrés gombra. A grafikonokhoz tartozó beállításokat a törzsadatok beállítások menüpont alatti grafikonértékek tábla részben tudod megadni. A jelentésben a kiválasztott hónapban lezárt rotációk legfontosabb adatait láthatod. A táblázat alatti grafikonokon pedig telepifajlag napi tömeggyarapodás és telepifajlag napi takarmányfelvétel adatokat ábrázolja a szoftver a kiválasztott hónapban lezárt rotációkra vonatkozóan, valamint egy évre visszamenőleg is. Szintén adott hónapra is egy évre visszamenőleg mutatja a rendszer az elhullás százalék és egyedre jutó gyógyszerköltség információkat. A jelentés a szürke letöltés gombra kattintva PDF formátumban letölthető. A jelentést elküldheted e-mailben az általad megadott e-mail címekre. Ehhez csupán annyit kell tenned, hogy az e-mail beállítások nevű táblában megadod a címzett e-mail címét. Ha több címzettet szeretnél megadni, az e-mail címeket pontos vesszővel válaszd el. A címzettek megadása és ellenőrzése után kattints a sor végén lévő küldés gombra. A megadott e-mail címet vagy címeket a mentés gombbal el is mentheted, így a rendszer minden hónap harmadik napján automatikusan elküldi e-mailben az elmentett címzetteknek az előző havi utolsó napi állapotot. Az elküldött e-mail bekerül a dokumentumok elküldött üzenetek menüpont alá, ahol a havi jelentés zárójel szakmai kategóriára kell szűrni azok megjelenítéséhez.